Ma egy igazán különleges ajándékról lesz szó, amelyről elmondhatjuk több értelemben is, hogy igen értékesnek is bizonyult. Erzsébet számára a karácsony kettős ünnep volt, hiszen ekkor ünnepelt a születésnapját is. Wittelsbach Erzsébet bajor hercegnő december 24-én szenteste született. Ferenc József 1853. augusztusában jegyezte előt, szerelemből választotta Erzsébetet. És annyira szerelmes volt a menyasszonyába, hogy habár ez nem volt akkoriban szokványos, a jegyesség ideje alatt háromszor is meglátogatta őt Münchenben, illetve Possenhofenben, annak ellenére, hogy az út egy napig tartott akkoriban, és a császár igencsak elfoglalt volt, és tegyük hozzá munkamániás. Megbeszélték, hogy karácsonyra, az első közös karácsonyukra így jegyesként, jegyajándékul Erzsébet egy lovas portrét készített magáról. Hát Cicinek az ötlete volt, hogy lovas portré legyen, mert ez akkoriban nem volt szokványos jegyajándék. És Ferenc József is belement ebbe a játékba olyan értelemben, hogy ő pedig magát szintén lóháton ábrázolta a karácsonyi portrén. És itt láthatjuk azt a híres festményt, illetve annak egy úgymond reprodukcióját. Ezt a festményt Erzsébet októberben, az év októberében készítette, két híres festő által. Mindkét festő a Wittelsbach családnak volt kedvelt festője. Az egyik egy híres lóportré festő, mert hát a családnak rendkívül fontosak voltak a lovak, és őt úgy hívták, hogy Franz Eden. Ő festette a lovat, itt láthatjuk Erzsébet igen kedvelt paripáját. És annyira híres volt, illetve kedvelt volt a család által ez a festő, hogy több képét is megvásárolták, és egy galériát rendeztek be itt a Possenhofeni kastélyban. Erzsébet ezen a képen a Possenhofeni kastély előtt látható lóháton. A másik festő Karl Theodor von Piloty. Ő pedig a királynak, aki Erzsébetnek a nagybátyja volt, első Lajosnak volt a kedvelt festője. Annyira kedvelte őt a Wittelsbach család, hogy első Lajosnak a fia Miksa később nemesi rangra is emelte őt. És ez a kép Ferenc Józsefet megörvendeztette a karácsonyon, első közös karácsonyukkor. Annyira szerette ezt a képet, hogy a Hofburgban, a hálószobájában az ágya fölé helyeztette el. Így a képről elmondhatjuk, hogy egy igencsak intim helyre került. Nem is sokan látták. És hozzá kell tennünk azt is, hogy ez az utókor számára sem volt ismert ez a portré, illetve nem ez volt ismert, hanem ennek egy másolata. A másolat sokban különbözött az eredetitől, illetve sok apró részletben inkább azt mondhatnánk, mert hogyha ráközelítünk a két képre, akkor láthatjuk, hogy a fönti képen Erzsébet ruhája kék díszítést kapott. Ez az eredeti portré. És a lovon is láthatjuk a kék homlokszíjat, ami azért is jellegzetes, hogy mind a kettő türkisz kék, Erzsébet erre is figyelt, hogy hogyan öltözteti fel kedvenc paripáját. A másik kép pedig több apró részletben is különbözik emellett is. Ebből a képből több másolat készült, ebből a fekete ruhás Erzsébetből. Erzsébet nővérének, Ilonának is valószínűleg volt egy ilyen képe, hiszen tudomásom szerint még ma is Ilona leszármazottjainak tulajdonában, ha csak el nem adták, áll egy ilyen portré a Turnuntaxis család tulajdonában. Ilona Turnuntaxis herceghez ment feleségül. És elmondhatjuk erről a portréről azt, hogy az utókor számára is igen, csak értékesnek számított. Amikor Ferenc József meghalt, Mária Valéria legkisebb gyermekük örökölte ezt a portrét. Még több mint egy évszázadig a család tulajdonában volt, hiszen csak 2017-ben döntöttek úgy, hogy aukcióra bocsátják a portrét. Az aukciós, a Doroteum aukciós ház ezt a portrét, erről készítettük ezt a úgymond reprodukciót,
ezt bocsátotta árverésre. A portré méretei 128 x 108 cm-es körülbelül, úgyhogy hát nem ekkora, mint ez a kép, amit itt láthattok. A becsült értéke 300-400 ezer euró volt, azonban mindenki várakozásán fölül ez 1 millió 540 ezer euróért kelt el, egy telefonos licitáló csapott le rá. És ezt, hogyha forintba átszámoljuk, akkor több mint 500 millió forintot jelent. Úgyhogy ebből is láthatjuk, hogy nem csak Ferenc József, hanem az utókor is igen értékesnek tartotta ezt a különleges portrét. És hogy Erzsébet azért is ábrázoltatta lóháton magát, mert ez a szenvedélye volt a lovaglás a házasságuk idején is, már amikor házasok is voltak, több mint 25 évet ez a szenvedély határozott meg a házasságukból. Ez volt az a különleges tevék, illetve az a tevékenység, amelyet a házas pár, ha bár sok szempontból különbözött egymástól, és nagyon kevés közös vonásuk volt, együtt szeretett végezni. Igazán boldognak érezte magát Sziszi, amikor a férjével lóháton lovagolhatott. És nagy örömömre szolgál, hogy sokak számára, sokan írtátok, hogy a Jean de Car, Ferenc József és Sziszi című könyv került a karácsonyfátok alá. Ezt a könyvet a Helikon kiadó idén karácsonyra adta ki. Azért került ez a kép a könyvnek a borítójára, mert ez az a tevékenység, amelyet mind a ketten szerettek űzni, és ezzel is illusztráljuk, hogy Erzsébet és Ferenc József kapcsolatáról nem csak a külvilág előtt, hanem a színfalak mögött zajlóról is szó van ebben a kiadványban. Hogyha érdekesnek találtátok ezt a videót és az itt elhangzott információt, akkor feliratkozhattok a csatornára, és a későbbiekben is, illetve mostantól fogva minél gyakrabban igyekszünk új videókat feltenni, hiszen rengeteg olyan történet van, amit szívesen megosztanék veletek, és bizonyára rengeteg olyan információt is fogtok hallani, amelyet még a nagyon Erzsébet királyné életében nagyon benne levők sem esetlegesen nem ismernek még.